Magyarország első egyeteme kötött egy keretmegállapodást az első úgynevezett közgyűjteménnyel, ez a Magyar Nemzeti Levéltár, amely 1723-tól működik. Számos téren tudunk együttműködni, gondolunk itt az oktatásra, akár a gyakorlatok, hallgatói gyakorlatok megvalósítására, levéltár munkatársai tudományos kutató projektekbe is bevonhatóak, és hát nemzetközi térben is azt gondolom, hogy gyümölcsöző együttműködés elé nézünk. A jelen együttműködési megállapodás lényege egyrészt tudományos területen van, ahol a levéltár munkatársai és a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai a jövőben tudományos szinteken még hatékonyabban tudnak együttműködni, illetőleg akár az oktatásban is involválódhatnak. A levéltárban tulajdonképpen a gazdaság, a mérnöktudományok, az orvostudományok részére is vannak iratok, tehát őrzünk iratokat, rengeteg kórházi iratot őrzünk, ami az egészségkutatással, biológiai kutatásokkal is akár érdekes lehet, vagy betegségek kutatásával például, hiszen a Pécsi Egyetemnek van ugye orvosi kara is. Az a feladat, hogy megőrizze a tudománynak, meg az a feladata, hogy minél több tudományos eredmény produkáljon. De érdemes ehhez úgy gondolom a múltban felhalmozott értékeket is, illetve eredményeket is figyelembe venni.